Idén ősszel lesz 2 éve, hogy a házi orvosi szolgálatok, a járó és fekvő betegellátó intézmények és az összes gyógyszertár csatlakozott az elektronikus egészségügyi felülethez. Sok beteg azonban még most sem ismeri ennek előnyeit. A házi orvosok azon vannak, hogy minél többen felfedezzék és használják az online platformot, amely mindkét félnek könnyebbséget jelent. Egyre többször halljuk az EEST kifejezést, ha egészségügyről van szó. A teljes nevén elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér egy olyan egységes informatikai környezet, amely a legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel biztosít hatékony kommunikációt az egészségügyi ágazaton belül. A rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatásorientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátóintézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek, olvasható a rendszer hivatalos honlapján. Az EEST szolgáltatásaival az orvosok számára több információ áll rendelkezésre a betegről, látják a más kezelőorvosok által felírt gyógykezeléseket, a felírt és azon belül ki nem váltott gyógyszereket, a beutalókat, illetve leleteket. Mindez jelentősen javítja a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok, az orvosok is sokkal pontosabb képet kapnak betegükről, ami elősegíti a biztosabb diagnózist és a gyorsabb gyógyulást. A legérzékenyebb egészségügyi adatok viszont kizárólag az adott szakterület orvosai számára láthatók. További részleteket az EEST információs portálon, az e-egészségügy.gov.hu-n találhatunk. Vendégünk a stúdióban dr. Sór Zoltán, házi orvos, a Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye 2 éve indult ez a bizonyos elektronikus tér az egészségügyben. Milyen pályafutást mondhat eddig magáinak, mennyire tudott ez elterjedni egyáltalán? Most talán már azt mondhatjuk, hogy elterjedt. Ugye ez először a háziorvosoknak volt a nagy feladat, a nagy falat, hogy elinduljon az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. A betegek számára a legnyilvánvalóbb eredménye az elektronikus recepttel. Ma már tudni érdemes, hogy a recept, amit a beteg a kezébe kap, az valójában nem recept, az csak egy igazolás, vagy egy feljegyzés arról, hogy ő mit kapott a háziorvosától, mi az, amit felírt. Ma már az elszámolás alapja és az ellenőrzés alapja az az elektronikus jegy, ami felkerül a felhőbe, és aztán utána igazából ezt az elektronikus jegyet, ezt az elektronikus receptet tudja a gyógyszertár a beteghez rendelten érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy akár recept nélkül is besétálhatok a patikába, és megmondom, hogy ki vagyok, és meg tudják nézni, hogy nekem mit írtak fel, és kicsoda? Gyakran előforduló helyzet valóban az, hogy a beteg visszajön a rendelőbe, hogy ő elveszítette az elektronikus receptjét, és írjuk fel újra. Fontos és érdemes ezt tudni, hogyha bemegy a gyógyszertárba, és van egy elektronikus személyigazolványa, vagy a személyigazolványa, a korábbi személyigazolványról van szó, és a tajkártyája, és ezzel igazolja magát, akkor tulajdonképpen a gyógyszertár ki tudja adni neki a receptjét, dacára annak, hogy nincs a kezében ez a vény vagy recept, amit megkapott a házi orvosától. Milyen egyéb előnyei vannak a beteg számára ennek a bizonyos elektronikus térnek? Ebbe az elektronikus szolgáltatási térbe fellépve az ügyfélkapus azonosító és a tajszámos azonosítót követően számos lehetősége van a betegnek. Ami a legfontosabb és kevesek számára ismert tény, hogy gyakorlatilag meg tudja nézni az összes róla készült elektronikus feljegyzést, receptet, leletet, bármiféle egészségügyi adatot. Fontos, hogy tudni, hogy például beállítva azt, hogy megadja az ő e-mail címét, és be tudja pipálni azokat, hogyha valami egészségügyi adat fölkerül ebbe a térbe, ebbe a felhőbe, akkor arról kap egy értesítést, hogy ő neki receptet írtak föl, vagy megszületett végre a laborlelete, készen lett egy szövettani eredménye, amit elküldtek, és 2 hét múlva ígértek neki eredményt. A lényeg az, hogy például egy vérvételt követően nem kell újra visszamenni a laborba, és elkérni a receptet, vagy a leletet, hanem le tudja tölteni tulajdonképpen, és aztán már a készlelet birtokában megy a kezelőorvosához, és elemzik annak az abban találtakat és az eltéréseket. Ki az, aki hozzáférhet ezekhez az adatokhoz? Ezen a felületen a beteg azt is megteheti, hogy rendelkezik arról, hogy milyen kör láthatja az ő adatait. Az alapbeállítás természetesen az, hogy az összes
elektronikus szolgáltatási tér felhasználó orvosok kezelőszemélyzet hozzáfér ezekhez az egészségadókhoz, hiszen egy fontos tényező lehet egy sürgősségi ellátás alkalmával. De hogyha úgy ítéli meg a beteg, hogy számára érzékeny egészségi adatokhoz nem szeretné, hogyha hozzáférjen mindenki, akkor be tudja pipálni, hogy mely van több csoportja ezeknek az érzékeny adatoknak, melyekre ír föl, vagy melyikre rendel el tiltást, és kiknek. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ezzel óvatosan érdemes bánni, hiszen én orvosként a másik oldalon ülve azt feltételezem, hogy az orvosába helyezi a bizalmát a beteg, és ez esetleg gátat jelentett, vagy problémát jelentett, hogyha nem férünk hozzá egy sürgősségi helyzetben az ő összesegési adatához, de hát mindenki, ez egy különleges adat, különleges értéke az egészségi adat, mindenki belátása szerint tud arról dönteni, hogy kinek ad ehhez hozzáférést. Beszéltünk eddig arról, hogy a beteg számára ez mit jelent. Mit jelent az ellátó számára? Az ellátó számára ez könnyebbség. Eddig is könnyebbség volt, már voltak rendszerek arra, hogy a helyi kórház, vagy a megyében működő kórházakban született leleteket mi le tudjuk tölteni egy elektronikus felületen keresztül, és azt meg tudjuk nézni. Ez is hatalmas lépés volt a korábbi lehetőségekhez képest, amikor vártuk, hogy megérkezzen a betegünk a leletével, aztán milyen olyan állapotban voltak ezek a leletek. Ma azt tudjuk mondani, hogy bárhol Magyarországon keletkezik egy elektronikus dokumentum, egy ambuláns lap, egy zárójelentés, egy recept a betegünkre, akár Sopronba. Azt én Nyíregyházán a házi orvosaként meg tudom nézni, hogy ő neki milyen ellátása volt. Mondjuk a Balatonon nyaralt, és volt neki egy balesete, ezzel kapcsolatban kell további ellátást nyújtanom neki, meg tudom nézni a korábbi elektronikus eredményét, vagy meg tudom nézni az ott készült labort, hogy akkor szükséges esetleg kiegészíteni valamivel egy más betegség kapcsán. Ez egy óriási nagy könnyebbség. Háziorvosként még nagyobb könnyebbség lenne, hogyha ezek a leletek, ezek automatikusan beemelődnének a háziorvosi szoftverekbe, és nem lenne vele nekünk több dolgunk. Jelen pillanatban ugye az, hogy ez megszületik egy PDF dokumentum formájában, és hozzáférhető, megtekinthető, de igazából csak csatolni tudjuk a dokumentációhoz, és nem jelenik meg kereshető formában. Ez egy további fejlődés lehetne, és segíthetne. De ez az ellátó szempontja egy óriási előny, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy ma Magyarországon a kiírt recepteknek az egyharmadát váltják ki. Egyharmada el sem jut odáig, hogy ő kíváncsi a gyógyszerét, és egyharmad az, amit be is szednek a betegek, bocsánat. Tehát ez az elektronikus tér és az elektronikus recept arra is szolgál, hogy én bizony le tudom ellenőrizni, hogy a betegem szedi a gyógyszerét, és bizony kerülhetünk abba a szituációba, hogy ő elmondja, hogy nincsen jól, szedi a gyógyszerét, és ő még továbbra is probléma van a vérnyomása, és akkor szembesíthetjük vele, hogy hát bizony Kovács bácsi kellene szedni ezt a vérnyomás csökkentőt, mert így nem leszünk eredmény, vagy döntsük el, hogy mit szeretnénk egymástól elérni. Ez egy segítség az orvosnak, és hát egy fontos tudnivaló beteg számára is, hogy innentől kezdve gyakorlatilag a terápiát, a terápia hűségét is tudja ellenőrizni az orvosa, a kezelő orvosa betegnek. Közelítően a betegek hány százaléka él ezzel a lehetőséggel most? Szerintem ez egy elég ismeretlen dolog a betegek számára. Ez azért is gondolom, mert erről a lehetőségről szóló plakátot én például megosztottam az én háziorvosi Facebook oldalamon. Egyszerűen csak információként azt gondoltam, hogy ez hasznos lehet a betegeimnek, mint ahogy számos más információt is megosztunk ott. És magam döbbentem meg rajta, hogy ez az egyszerű poszt, ezzel az információ, hogy le lehetne tölteni a leletét, és nem kell visszamenni egy laboreredményért, vagy egyszerűen rendszerezve akár röntgen, vagy CT felvételek is rajta vannak? Ezek igazából leletezve vannak csak rajta, nincs is igazán értelme. Nincs is igazán értelme, hogy a beteg ezt lássa, nem nagyon tud vele mit kezdeni, de a lelet, a szöveges leírás az igen, az ott van. Tehát, hogy erre van lehetőség, ez egy nagy siker volt, rengetegen megosztották, és rengetegen kommentálták, és köszönték meg ezt a lehetőséget, hogy tudtak róla. Tehát ebből azt a következtetést vonom le, hogy valószínűleg ez az információ az keveseknek volt tudott, miközben meg ezek szerint fontos és sokakat érdeklő információ, és az egészségi leleteikhez, adataikhoz hogy tudnak hozzáférni. Akár ha valaki mondjuk egy komoly diagnózist kap, ugye akkor felmerül az igény, hogy ne csak egy orvossal tudjon konzultálni, hanem akár más szakembereknek is meg tudja mutatni. Van erre lehetőség ezen a rendszeren keresztül, hogy
hogy nem tudom, valami mondjuk úgy, hogy szakértő, aki abban azon a területen elismert szaktekintély az ország másik végében, meg tudja nézni az én felvételemet? Technikailag igen, a valóságban azért ez nem így működik. Ugyanúgy működik a rendszer továbbra is. Igazából az ellátást, hogy igénybe tudja venni, ahhoz meg kell, hogy fussuk azokat a kötelező köröket, hogy én hova tudom tovább utalni, kitől tudunk konziliumot kérni, vagy másodvéleményt kérni az ő leletével, eredményével kapcsolatban. Ezt megteheti egyébként, csak ezeket a köröket le kell, hogy fussa a házorsával, vagy az ő kezelő orvosával, hogyha másodvéleményt szeretne kérni. De abban segíthet ez a rendszer, hogy nem kell a leletet cipelni, hanem tulajdonképpen a másik kezelőorvos, akár az országnak a túlsó végén le tudja hívni ezt az elektronikus dokumentumot, és az alapján tud konzultálni, és tud véleményezni. Az infrastruktúrában néha vannak még hiányosságok, de a technikai lehetőség az igazából erre adott. Ez egy folyamatos fejlesztés alatt álló terület? Igen, így van. Az még talán fontos elmondani még egyszer, hogy hogyan tudnak bejutni, hogy ez ugyanaz az ügyfélkapu, amit egyébként az okmányirodában használunk, nem semmiféle más jelszó és egyéb regisztráció ehhez nem szükséges. Így van egy felület, azt hiszem a riport során ezt bemutatjuk, hogy milyen felületen érik el magát ezt a felületet, ahol rendszer. Tudják letölteni. És ez ott van egy belépési ablak, és a belépési ablakra kattintva fog feljönni az ügyfélkapus azonosító, mint ahogy sok más ügyintézés kapcsán felugrik ez az ügyfélkapus ablak. És ott a klasszikus más ügyintézés gépjármű, vagy okmányoda időpontfoglalás kapcsán felugró ügyfélkapus bejelentkező ablakon kell túljutni, és van még egy azonosítás, hogy a tajszámot is be kell írni, itt egészségi adatokról van szó, valószínűleg amiatt fontos, hogy egy újabb azonosítás megtörténjen, és akkor, hogyha ezt beírta a tajszámát, és akkor tulajdonképpen kinyílik ez a felület, minden olyan menüponttal, ezzel az önrendelkezési dologgal, a receptekhez való hozzáféréssel, az ellátásokhoz való hozzáféréssel, az e-profillal, ami meg a nem vagy ritkán változó egészségi adatokat tartalmazza, allergiák, vércsoport, vagy terhességben az adott személy, vagy egy krónikus gondozott betegsége van neki. Ezeket fontos esetleg tudni egy másik ellátónak, és ez látszik az e-profilban. Minden esetre ezért lehet, hogy érdemes akár a házi orvosunkkal konzultálni arról, hogy hogyan tudjuk ezt okosan és jól használni. Dr. Zsolt Zoltánt köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget.